Ó, szevasztok, gyerekek! Szevasztok, mindenkit, szervusztok! Az a szék kinek van kitéve az a piros? Én leülhetek? Köszönöm szépen, mert nagyon messzidődöttem is, nagyon nehéz az oság, alig bírok már vele menni. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Jól érzitek magatokat itt az óvodában? Készültetek klip műsorra? Igen! És nem késett el senkiben tőletek, ott mindenki van, ugye? Igen! Jól van. Most énekelni fogtok, vagy szavalni? Hát össze verselünk, jó Mikolás bácsi? Jó. Jó, tanultunk egy szép verset. Jó, meghallgattuk. Na. Mikolás, köszöntöm! Édes, kedves Mikolás, de örülünk néked, eljöttél az idén is, ahogy megígérted. Látjuk, hogy a tartásod felizákkal könnyed, rakna nehéz futonyod, pihenj meg egy csöppet. Sok-sok színes ajándék, nyomja fáradt vállal, tudjuk, hogy a világot több százszor bejártad. Tudjuk, hogy a szánoddal tagasít lesz újra, néhány darab sütivel gyűjts erőt az útra. Nagyon szép volt, szépen megy. Egy dallal is készültünk, jó? Még egy dallal, jó? Nyugodtan. Pattanypaj, tess pattanypajkó, nézd rám, nyílik ám az ajtó, kint fejlekben hull a hó, itt van itt a télapó, meg megrázza ősz a kállát, puttony nyomja széles vállát, benne dió magyaró, itt van itt a télapó. Integettem nektek. Volt, aki visszaintegetett, de volt, aki meghúzta magát. Én szeretem a gyerekeket. Tessék szívesen azt a népsort nekem idehozni, és megnézem, hogy mi van a nagy zsákban. Ilyen nagy szél van itt benne? Igen, igen. Ilyen közlem. Köszönöm szépen. Hát biztos, hogy jó gyerekek járnak itt. Ide. Beszéltem a Manuimmal, és nem találtam virgácsot a zsákba. Akkor csak jó gyerekek vannak. Majd zétény. Gyere ide szépen hozzám. Megnézzük, hogy milyen szép csomag van ez. Itt van. Legyen jó kis jó fogadjászó. Fogadjál helyet. Mondta Benjamin. Szevasz, ügyesen szerepeltél te is. Most az a kérésem, hogy ne bocsázzon meg a csomagot, jó? Egy olyan csatatér lesz, akkor az óvónénik rosszul lesznek. Szépen hazaviszitek, csak a ablakba ki kell tenni, hogyha arra járnak a Manuim, látják, megnézik, hogy milyen szép csomagok van benne, jó? Csak akkor majd hónap kibontjátok, hónap után. Csáki Máté. Szevasz, Máté! Szépen szerepeltél, integettem neked is. Fogjál, el ne hegy, mert ha látjuk a lábadra, nehogy megsérüljük. Foglaljál helyet, ügyes kis fiúba. Szereted ide járni? Farkas Dorka Emília. Ja, de szép szoknyád van. Ki vette ezt neked? Anya. Anya vette. Szépen kijössz, hogy ügyesen szerepeltél, legyél jó kis. Fekete Botond László. Mi csak neked is találtam. Szereted az édességet, te is? Fogod adni apának vagy anyának belőle egy-egy csokoládét, de ne a legnagyobbat, jó? Megmondod neki, azt mondta a télapó, csak a kis csokiból adja. Jó?
Hudák Hunor. Szerinted ez a szakál, ez műszakál, vagy álszakál, vagy milyen szakál? Megnézed, hátra legyen annak? Nem? Nem mered megnézni? Nem szeretnél megsimogatni? Meghúd, meg hátra legyen. Nem jön? Igazi? Nem? Igaz, ugye? Bizony igazi. Mondjuk, hogy köszönöm szépen. Juhát, Amina, Lolilla, Lolita, Lolita. Vannak olyan furcsa nevek. Szia! Jól vagy? Szeretnél ide járni? El fogod fogyasztani a húgya Lori kette csomagot, jól legyen jó tisztán. Kapusi Bálint. Szia Bálint. Jövőre is ide fogod járni ebbe a óvodába? Majd már készült az iskolába? Húha! El fogod bírni a nagy táskán? László Nóra. Szia, neked is micsoda szép szoknyáid van. Neked is anyuti vette, vagy varta? Nézd, milyen sok csokoládéval van tele. Óvatosan vele, mert azért ennivalót is enni kell. Csokoládé is ennivaló, de azért óvatosan jó. Nem egyszerre az egészet. Ő volt a László Nóra, ugye? Morgulj Balázs. Murgulj. Szia Balázs. Neked is előbb egy kicsit. Te is iskolába fogol járni? Igen. Nem, jó lesz ott szerinted? Igen. Bízunk benne. De ott nem lehet annyit játszani. Most a 10 perc tünet van, a többé 45 meg az óra. Egy kicsit majd meg kell szokni, jó? De sok okosságot tanulnak ott, mit jól állt? Igen, itt is tanítottak veletek szép verseket, jó? Nagy Attila. Szereted a csokoládét? Szeretem. Sokat egyél majd azért belőle, hogy nagyra nőjél és elbírod az iskolatársát, jó? Nagy Jászmin. Ja, ügyesen szerepeltél, legyél jó kisztán, jó? Néni Jász Benedeken. Sokat tegyél, hogy nagy legyél, elbírjad az iskolatáskát, jó? Vigyázz fel. Répási Adrien. Neked is milyen szép szoknyád van. Neked is anyos jövette? Igen. Meg is köszönted neki? Igen. Jó, vigyázz fel. Ő volt a Répási Adrien, ugye? Sön Zora. Szegedi Orosz Áron. Szevasz Áron. Mert csomagot adok neked. Nagyon komoly vagy. Kicsit mosolyogjál már, tudom mosolyogni. Holod Lili. Szia Lili. Micsoda frizurád van. Ki csinálta neked? Anya, igen. Látod? Tessék, itt van neked is ügyes szóltál, szépen szeretel. Olá, Kiara, Mercedes. Na, láttam, hogy neked nincsen csomagod. Hello, hello, jó napot kívánok, csókolom, szevasztok! Gyerekek, szevasztok! Régóta vártok rám? Jaj, ebben a csúszós úrban alig tudtam idejönni. Nehéz a csomagom, hogy alig bírom. Pedig jó erőben van, itt az ellensúlyos hogy hagyom ne ráncson. Leülhetek ide erre a székre, nekem készített képen? Jaj, szerettek ide járni, ugye? Szerettek ide a lovodába járni? Igen, igen. Sok mindenre megtanítanak az óvó nénik benneteket? Igen. Most is készültetek szép műsorra nekem? Igen. Igen.
Már van, ahova vittünk, meg a segítenek a manóim, tudjátok? Megnézik, hogy ki van-e putolva a cipő. Ha az ajándékot megkapjátok, nem kell szétbontani, kibontani. Meg lehet nézni, hogy mégis mi lehet benne. Haza kell vinni, ki kell tenni az ablakba. Arra járnak ezek a manók, lássák, hogy ott van, megkaptátok. Most beszélni fogtok, vagy pedig énekelni? Melyikkel kezdve? Énekel! Ügyesen, jó? Elmondjuk először a verseket. Akkor verseket, ahogy tetszik, jó? Ügyesébb. Kis cipőbe, kis cipőm fényesre, kiteszem az ablakomban a lássát. Ha eljár a mikulás, meglátjátok, egy olyan újjó nincs ott éjjel, kiamul a fényének, szívítőt, mint a kis cipőbe. Azt hiszem, hogy virgácsot most nem kapok. Na, hát igen. Ügyesen szerepeltetek, vannak bátor gyerekek, vannak visszahúzódóak. Igen komoly. Szia, mosolyogjál már egy kicsit. Úgy bizony. Na, és akkor az énekkel is meghallgatom az éneket is, jó? Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás, jó, hogy jössz, jó, hogy jössz, minden gyermek vár. Tudni szokor, csokoládé, jaj, de jó, de a virgácsot gyerekenek nem való. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás, jó, vagyok, amit látjátok, ügyesen énekeltetek. Mondani akartam, hogy szépen, hangosan, bátran, de jó volt ez, jó volt ez, hallani lehetett. És megnézzük, mi van ebben a nagy zsákban? Igen! Hét sort nem tetszett? De, van, van. Árvai Máté. Gyere Máté, gyere Máté. Gyere Máté. Bizony! Nézd csak, mit adok neked, szépen fogad, de fogad előtted, jó? Ügyes voltál, szépen. Köszönöm, ügyes vagy. Bak, Soma. Somi? Szevasz. De komoly vagy, mosolyogjál egy kicsit. Szevasz. Úgy bizony. Ügyes volt. Nem mondtál még neked, te nagy szőke betyár? Bancsó, Melánia. Minden drága, ügyesen szeretett, én téged kérdezem. Bancsó, Milán. Te volt. Szeretem ide járni, de még nem kell jövőre iskolába menni. Középsősök, még nem nagyok. Meg voltam olyan csoportban, ilyen pici gyerek, és azt mondja, megyek iskolába. Akkor sokat tegyél, mert mondom, sok csokoládét tegyél, mert nem fogod bírni az iskolatárgát. Juhász Zsuzsanna. Szia Zsuzsanna. Mi baj olyan komoly? Most a hallanének. Köszönöm. Kertész Kinga. Na, de szép felvíszed van, ügyes kislányra, te is nagyon komoly vagy. Pedig van olyan vers, amikor azt mondja, hogy mosoly ül az öreg arcon. Igen, szoktam mosolyogni, hogy hátra vissza mosolyognak rá a gyerekek. Biztatom őket, tessék. Így mindjárt bátrabb vagy ugye. Kovács Ruzsina. Ruzsika.
nyugodtan hozzá. El fogom vinni? Igyek oldal, szépen szerepel. Kovács Krisztián Attila. Szevasz Krisztián. Meg mindig van-e még egy bazsákban valami? Tessék. Köszönöm. Krisztin Benedek. Tavasszal azért hozzál a zsákban meleget, jó? Szerint. Be van? Megegyeztünk? Jó. Köszönöm. Meg ajándékban van. Lakatos Marcell. Ennyi a Marcell. Gyere, Marcikán. Jaj, de szépen megköszöntem. Lakatos Mihály. Kisire, ő a másik. Ő kik? Tervusztok, fia. Akkor ugye Liszkai Petra. Igen, a nagy lány, szia, kis mosoly az arcon. Nézd csak, mit adok neked. Ne tudta köszönni, gyorsan eltaladok. Lakatos Zsolt Bence. Mi baj van ott van? Mindjárt arra kerülsz te is. Mi baj van? Hogy hívják a kislány? Zsóri Zói. Legutolsó. Zsóri Zói. Zsóri Zói. Gyere, odaadom neked külön, ne szívják. Jut neked is. Egy jó fotót is, ezt 20 év múlva meg fogod nézni, nem ismersz magadra. Amikor menj azt, hogy leszel, akkor kell megmutatni neked. Hol tartottuk a lakot a Zsolt? Mertus Dominika, itt tartottunk, jó? Hát akkor mindjárt bátrabb leszel. Megmúlt ilyet, hogy esetleg nem maradt, hogy ügyes voltál. Pati? Ezt mondja, hogy német, Petrici, aki arra. Gyere. Ügyesen szerepeltél. Nagyon komoly, hogy mosolyogjál te. Azaz, bátor, bizony. Vidámnak kell lenni. Polgári Nemere. Gyere, gyere, csak te vagy. Mi a ügyesen szerepeltél. Szép, jó. Szent Ivány Mihály. Te van Zsvici. Ügyes vagy. Bátran jöttél, megnézzük ezt a nagyzsákot. Ugye csak oda nézzél egy kicsit úgy. És azt mondod, hogy köszönöm szépen. Ja. Köszönöm szépen. Tóth Lili. Gyere, Lili, micsoda szép ruhád van. Ki vette ezt a szép ruhát neked? Ki adta, anya? Horváthi Márk Milán. Jó, most lehet, de Horváthi Márk Milán. Te most, megnézzük, van-e benne valami. Ügyes voltál. Kapod mindenki ajándékot, gyere? Meg lesz ajándékot, hogy mindenki. Ó, vannak itt gyerekek, ott vannak, megvannak, szevasztok, ho-ho-ho-ho! Szervusztok, gyerekek! Van ide szép sorjába ültetek. Ide leülhetek? Igen. Köszönöm szépen, leteszem ezt a nehéz zsákot, mert igen elfáradtam. Ebben a sok ajándékkal. Jó gyerekek vannak, hogy ilyen nagy zsákkal kellett jönnöm? Szófogadó gyerekek? Vannak? Nem veszekednek ebbe a csoportba a gyerekek, ugye? Nem húzgáljátok egymás haját, nem húzgáltok a lányok haját. Készültetek valami szép műsorra? Énekkel, szavalattal? Majd meg ideadod, jó? Amikor adom a csomagot neked, akkor ideadod neked, jó? Na, először énekeljük. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás, jóhogy jössz, jóhogy jössz, minden gyerek vár. Kumpli, cukor, csokoládé, jaj, de
Nem itt kéne szétbontani a zsákot, mert csatatér lesz, hanem hazavinni, betenni az ablakba, hogyha a manói marra járnak, akkor... Na igen, rendben van. Cipőket is kiputoltátok, rendben van a nagy cipő? Igen. Ügyesen. Megnézzük, mi van ebben a nagy zsákban? Igen. Az idegrendszereteket ne csigázzam tovább, jó? Megnézzük. Ó, ott arra van csokoládé. Köszönöm szépen. Van itt egy névsor nekem. Van hiányzó is? A jó gyerekekről, ugye Mikulás bácsa, jó gyerekekről van ott egy névsor. Igen, hát nem tudom, másik oldalon nincs, mert azt úgy szokták csinálni, a rossz gyerekeket ide felírják, de nincsen, nem látok itt nevet. Egy rossz gyerek sincs, hogy Mikulás. Nincsen, akkor azért nézem, mert úgy van, hogy itt a jó gyerekek az egyik oldalon, a rosszak a másik oldalon, de itt ne tessék arra, hogy itt nincs semmi felirat. Akkor ebben a csoportban csak jó gyerekek. Csak jó gyerekek vannak, igen, igen. Nem, hogy nem. Nekem azt mondták, a manóim, de ide nincs írva, itt meg ők szokták mondani. Nézd meg a lap másik oldalát, ott vannak a rossz gyerekek felírva. Látjátok, hogy senkit nem jössz fel a Mikulás bácsi. Bonjour, Leila. Bonjour, Leila. Mondjam hangosabban, tudok hangosabban. Igen, nem szabad ilyenkor hangosabban. Ő egy kicsit beteg Mikulás bácsi. Ja, értem. Voltál doktor bácsi, ott is? Injekciót is kapta? Nem. Csak valamikor. Valamikor. Nézd csak milyen szép ajándékot adok neked, ugye? Ide hozhatom, amit csináltam. Hozd ide, gyorsan. Tehát be vagy, addig felkészül a bádor zsombor. Gyere zsombika, majd közben. Éppen szerepeltél, ugye, kis jó a tornak. Köszönöm. Jaj, de sok, ez is jó. Csodálatos. Hogy de jól nézek ki azt. Köszönöm szépen. Ne hagyja, mint tessék már szólni. Jó, fogok szólni. Aztán Krisztián Csenge. Kicsit szomorkás a hangulatod már ma, hogy lettem. Pedig ő nagyon okos kislány. Úgy bizony tessék. Nagyon ügyes vagy. Budai Endre. Szevasz Endre. Szeretette is az édességet? Köszönöm. Ügyesen szeretett, meg is tudod köszönni. Csóka, Amina, Mirella.
de szép neved van. Ügyetlen szerepeltél. Hodor Blanka Emma. Szia! Egyél sok csokoládét, és az a kicsit jobb erőbe lesz. Majd igen, Blanka. Most vedd el a csomagot, és majd utána jó. Majd voltál te is nekem valami? Jó, majd ide volt. Ide. Ülök, András. Szevasz, András. Ügyesen, most volt nem régen a névnapod, ugye? Igen. Meg is ünnepeltétek? Volt torta is? Jutott, nem volt torta? Sütemény, bocsánat. Sok boldog névnapot utólag is. Galambos Janka. Szia, Janka! Integette veszek. Komoly vagy, nagyon ügyesen szerepeltél. Legyél jó kislány. Germus Alex. Szia, nagyon éhes lehetel. Mindjárt adom a csomagot, de nem kéne kibontani itt megenni, jó? Integettem neked, és akkor kérde visszaintegettél. Bátor, nyugodtan, jó? Ő volt a Germus. Igen. Győri Emőke. Nagyon szép mellényed van. Egy jó kislány fogadjál. Koleszár Petra. Szia Petra. Megnézzük, mi van ebben. Ügyesen. Lakatos Patrik Kevin. Nagyon komoly van. Úgy mosolyogjál egy kicsit. Tessék. Lovász Péter. Szevasz Peti. Na végre legyünk mosolygós. Legyünk szevasz. Mindig itt az át. Tessék. Nagyon ügyes, hogy meg tudod köszönni. Fanyi Gábor. Egyet is mosolytál ezt tetni el. Megcsinálkezel az ebből, ahol fogod megtenni a csomagot. Így, ügyesen. Rádai István. Szabó. Valaki ki maradt? Szabó. Szabó Nóra. Most jön, igen. Szabó. Nóra, igen. Nóra. Most mondta léti, jaj, de ti tuhászgálóan, mit az a fejni. Nem hallja, Nóri, hogy mit van nekem, mi van ebben? Igen, meg... Tedd le a szoknyádat, légy szíves. Le, úgy. Nézzük. Adom egy szíves. Ügyesen van. Keres kicső. Gyere csak ki, jaj, de mi is az a szoknyád van neked így. Te szépek van szó. Ünnepi alkalommal úgy látom, kiöltöznek itt a gyerekek. Nagyon ügyes van. Szent Irmai Károly. Te vagy Károly, üdvözöllek. Eldugod a kezed, nem fogja kvalát. Gyere, hogy veszed az a csomagot, mert ebben van? Gyerekek. Gyerekek, mindenki kapott csomagot? Igen. A nevét? Odaadom a óvónéniknek a csomagot, és megkérem őket, hogy adják majd oda a gyerekeknek, hogy kiállnak. Jó? Arra viszitek a csomagot, beteszitek a lablakba, hogy a manók lássák, hogy ott van, itt nem kell kimondani, mert aztán veszekedés lesz belőle, hogy ez az enyém, az a tiéd, nem az enyém. Thank you.
De nagy gyerekek vannak itt. Bizony, azt a mindenit megint. Jó gyerekek megint. Járnak ide hozzám, Mikulás bácsi. Te vagy szó. Fogaj, helyet várunk. Igen. Igaz, mondják. A kárkom is. Bizony. Igen, már tartok rám. Már nagyon igaz. Sokat kellett várni. Elszólalt ember vagyok, igen. És készültetek valami szép műsorra? Igen! Na mondjuk el a Mikulás bácsi. Mikulás bácsi, most a verset, amit tanultuk, jó? Úgy bizony, nagyon komoly, hogy te. Itt van már a célapó, tele van a zsákja, mosolyog az arca, örömünket látva. Énekeljünk neki, senki nem vár tisztatásra, így búcsúzik tőle a viszontlátásra. És akkor énekeljünk is. Itt alig kiosztom az ajándékot, még várok egy szép éneket tőletek. Hülla fejlás fehér ló, jöjj el kedves télápó, minden gyermek. Megnézzük a zsákot, mit tartalmaz? Megnézzük, mi van benne. De nem szabad itt kibontani. Mielőtt hazamennétek, mi tegyétek ki az ablakba, hogy a manók, ha erre járnak, lássátok, megnézik, hogy megkaptátok az ajándékot. Nem tudom, nem nagyon figyeltem oda, hogy virgás van-e a zsákban, de majd megtudjuk. Mert állapod, hogy nincsenek itt az gyerekek. Igazik, úgy ennek jó, hogy ez a gyerekek. Itt vannak a nevek, ha Lakatos, Alek. Gyere, szervusz, ügyesen, mosod. Szabó Kristóf. Ezzel nem zavarok, Dorfa is nem akarok. Ki az a Szabó Kristóf? Te vagy Szabó Kristóf. Gyere, Kristóf! Jaj, mondja, köszönöm szépen, Mikulás. Köszönöm szépen. Nézd meg ezek. Mindenkinek a neve van. Vas Vilmos. Ilyen, ügyes voltál, de gyors voltál, mint a villám. Nagyon szeretném az ajándékot. Nézzük csak itt, nézzük. Répási Lili. Gyere, micsoda szép csillagos szoknyád van, szervusz. Köszönöm. Vasilkó Bence. Szia Bence. Köszönöm. Krisztián Gergő. Margarita. Gyere bátra. Gyere, oda menjek fel. Gyere. És akkor mit hozott neked a komoly vagyok. Ja. Ügyes vagy, gyerek! Megvontjuk ki, elmondta a Mikulás, hogy majd majd odahallod, hogy ki kell tenni az ablakba. Német, Milla, Krisztina. Elbúgy, hogy mindenki. Sok volt, de gyors volt. Jobb, hogy nem megszabad volna. Mert még visszalasítom magot. Nézzük csak, kinek. Visszjáli ház. Ügyesek! Köszönöm! Úgy bizony! Nagyon ügyesek! Nézzük, nézzük! Lakatos Larina! Menjél Larina! Gyere, szervus, ügyes voltál! Fogjad erősen elmondani, jó? Ja! Úgy bizony, mint egészség! Ügyes! Horváth Szedra Piroska. Köszönöm. Tessék.
Hírmos Gábor. Ja, Gábor, üdvözlő leg. Van még egy csomagom, azt hiszem, hogy egynek lenni kell. Megvan. Ez a Gábor. Hola. Mikulás bácsi, adom még egyet, mert itt van akkor a nagy lány testvére. Menjenjére, oda nézzetek, oda nézzetek, mosolyogjatok. Jó. Köszönjük szépen. Mindenki kapott ajándékot, csomagot, gyerekek? Még nehogy legyen benne. Van még egy! Hú, nagyon zárt, elvettük benne! Nem, még van egy, ott az a kis arany... Az a kis fiú nem kapott csomagot. Miért nem kiabálta, hogy nem kaptam csomagot? Megtaláljuk, Mikulás. Megvan, itt van, elmúlt ember nagy zárva. Azt mondja, ő a Hanák Ádám. Na, Ádám, ha gyerek! Nagy ez az át, tudod, és elvetik benne egy csomag, mert még ha sok csomag van, és azért szoktam megkérdezni, hogy mindenki kapott ajándékot. Így van, hát sok helyre kell menni Mikulás bácsi. Hol vannak? Itt vannak a gyerekek. Milyen jó gyerekeket, milyen csendben várják a nagyszakállat. Bizony, szervusztok! Akkor itt jó gyerekek vannak, úgy tudom, ezt mondták a manóim is, nem zsinatolnak, nem veszekednek egymással, igaz? Jó gyerekek vannak. És akkor készültetek nekünk valami szép műsor rá nekem? Igen, készültünk. Hogy bátran. Hogy bátran. Énekel. Kopogott, kopogott, megérkezett én a kuka. Kopogott, kopogott, megérkezett én a kuka. Kis cipőmet kitisztítom fényesre, kiteszem az ablakomba ma este. Ha erre jár a Mikulás, meglátja, tudom, benyúl jó néhen a sátjába. Azt hiszem, most virgácsot nem kapok, a Mikulás tudja át, hogy jó vagyok. Lélapó itt van, ó, a subája, ég a cipője, leng a szakája, zsák-zsák, teli-zsák, piros alma aranyán, két szakas húzta, szeme pihette, gömbölyű zsákját, száz fele vitte, zsák-zsák, teli-zsák, piros alma aranyán. Nagyon ügyes. Örülünk, hogy tetszik a műsorban, amivel készültünk. Megnézzük az ajándékot, mivel ilyen szépen szerepeltetek. Van nekem egy népsorom, majd mindenki szólítok a nevét, jó? Jöjjön vissza, kicsikém, majd szólítok, hogy egyen meg a drága szívet. Mindjárt, szólok, nevet mondok. Tudjuk, hogy nagyon jó fiúk van. Itt sincs felírva senki. Nem, ott a... Nincs! Nincs, ha ide írják a rossz gyerekek nevét a hátsó oldalra, azt mondták a manóim, hogy nézzem meg a lapot mindig, hogy hátul vannak a rossz gyerekek, de itt nincs oda jól. Nincs itt rossz gyerek, Mikulás bácsi. Nincs. Nagyon aranyos kisugadások vannak. Vanok, Dorina. Gyere, na most akkor nézzük ki a bátor. Ügyesen szerepeltél. Fogja, jó, nehéz a csomag, ügyesen. Bárdos, Rafael. Bordás. Hát hiába. Az öreg már nehezen tud olvasni, meg látni, és nehezen látni. Segítsünk, Mikulás bácsi.
Köszönöm. Nem mindegy, bárdos megoldás. Nem tudom segíteni. Csonó, Ajda. Jaj, de szép ruháskád van, szervus. Köszönöm. Fülöp, Lázár. Gyere, nagy legény, se van. Szeretel ide járni? Vártam én neked. Figyelj, hogy Budár, Kende. Yes. Menjél közel, nyugodtan, bár. Gyere, bátran. Köszönöm. Meckó, Dóra. Yes! Micsoda fejdíszed van itt, yes. Szoknyád. Yes! Yes! Mondjuk, hogy Csini, részvállgatnánk el, majd Mikulás bácsi. Yes! Igen, vagy. Kertés, Nándor. Elmondod el a nagy csomagot, a bonazságban elvesztenek. Megvan! Molnár Tamás! Szerúz, gyere Tomi! Bátran, nyugodtan, nagyon éhes lehet, adok nekem egy kis, de nem kell kibontani, jó? Majd odahaza. Meg itt ki kell tenni az ablakba, hogy lássák a Manu. Pankusi, Sonja, Emma. Szia! 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 Pataki, Péter! Szevasz, Peti! Nézzünk neked is egy szép csomagot! Jó, jó, szívül! Megvan benne minden? Szerinted? Meg kell kötni. Peti Szabolcs! Menjél Szabolcs! Ide a Mikulás! Na ő volt, aki nem integetett. Tessék segíteni neki. Nem, akkor majd... Akkor... Így, te vagy, ügyes. Várj, csak bátort volna egy kicsit. Szauverben, Szeres, Zsófi. Szófi, nagyon jó. Jaj, de szép ruháskád van neked is. Anyucitól kaptam. Mindent. Megköszönted neki, tetszik. Tartali Csengeléna. Jaj, hát olyan volt. Jaj, nézd csak, mit adok neked. Milyen a csomag van itt. Olyan boldog volt. Varga Zoltán. Szevasz Zoltán. Ügyes kisfiú van, szépen szeretem. Megnézzük. Várjál. Nem találom, megvan. Tessék. Gyereket, mindenki kapott ajándékot? Csomagot? Mindenkinek. Van? Nem hagytam ki senkit? Nem. Van benne. Van benne. Tadé, aki hiányzik, kukulás bár. Nézzük, odaadom. Olyan mély nagy ez a zár. Yeah.